Hallottam egyszer valakitől, hogy ha az étel a király, akkor egy jó bor a fején a különleges korona. Szerintem az egriek ezzel tökéletesen egyetértenek. Az ember azt gondolná, hogy egy borvidéken azonos borokkal, azonos zamatokkal, ízekkel találkozhat. De ez nem feltétlenül van így. Az egri borvidék rendkívül komplex, 5400 hektár, de ennek a belső magja a legértékesebb része, egy 1200 hektáros hegyközség. 71 önálló dűlő osztozik ezen az 1200 hektáron. Mindegyiknek önálló íze van, önálló zamata, önálló karaktere, mikroklímája. Az egri borvidéknek az alap bora az egri vikavér, tehát egy vikavér típusú vörösbor, és az önálló dűlőben mondjuk a Síkhegyen, a Pajadoson, a Nagyegedhegyen, az Almagyaron, a Mészhegyen készül egy-egy egri vikavér, aminek egymástól teljes mértékben elkülönülő íze van, amik felvetik a világban a versenyt a legkomolyabb borokkal is. Egyre inkább azt vettük észre, hogy amikor meglátogatnak bennünket egri borászokat, a nemzetközi turisták, akkor nem egri cabernet vagy egri szirát, egri merlót keresnek, hanem a vidékre legjellemzőbb bortípusokat, az egri bikavért és az egri csillagot, amik lokálisak, amik egyediek, amik különlegesek, amik csak és kizárólag itt készülnek az egri borvidéken, és elkezdtek a termelők sokkal tudatosabban foglalkozni az egri bikavér típusú borokkal, az egri csillag típusú borokkal, és sokkal inkább az egri borvidék alapadottságai, klasszikus, konzervatív, hagyományos adottságai kezdtek el felerősödni. Ha ügyesen dolgozunk és következetesen, akkor az egri bikavér tekintélye az felépülhet a nemzetközi nagy bormárkák tekintélye mellé. Milyen fajtákból készülnek az egri borok? Az egri boroknál nem a fajta a lényeg, hanem az egri borászok a fajtáikat házasítják. 4, 5, 6, akár 8, 10 fajtás borházasítások is léteznek, ami már nem kékfrankos, vagy kadarka, vagy kaberné, hanem ezeknek a házasítása, de mégis valami teljesen új és különleges ízvilág. És hát természetesen, hogyha nagyon finom borok, akkor nem feledkezhetünk meg a gasztronómiáról sem. A mai világban egyre nagyobb divat ez a úgynevezett lassú élet, lassú étkezés, lassú borfogyasztás. Az Eger 60 km-es körzetéből szerzik be a bortermelők általában az alapanyagaikat a borkóstolókhoz, a sonkákat, a sajtokat, a lekvárokat, a kenyérféleségeket. Hosszú távon azt gondolom, hogy turisztikai nagy jelentőség lesz annak, hogy minden itt helyben termelődik meg, helyi közösségek fogják kialakítani azt a izgalmas, nevezzük ezt is házasságnak, ami a vidéket, a borvidéket nagyjá fogja tenni.